Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. Bőfél úton járunk a következő kapcsolatfelvétel napjáig, amikor is ismét megünnepeljük a vulkániak 43 év múlva esedékes érkezését a Földre. A hajtóműveket viszont már most melegíteni kezdjük, ezúttal egy nyereményjátékkal. November 29-én éjfélig válaszolj helyesen az a kapcsolatfelvételnapja.hu oldalon a Kapcsford három könyvért megmondom nevű játék felhívásban feltett kérdésekre, és ha szerencsés vagy, megnyerheted a három darab 3-3 Star Trek könyvvel álló ajándékcsomag egyikét. A kapcsolatfelvételnapja.hu 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Sziasztok, ez itt a Parallaxis, kivételesen Miklóssal és velem Ádámmal, mert Csaba igazoltan hiányzik. A mai témánk pedig az úgynevezett Ig Nobel-díjak, illetve ennek átadása, melyre 29. alkalommal került sor idén szeptemberben. Miklós, mi is az az Ig Nobel-díj? Hát sziasztok, kedves hallgatók! Az Ig Nobel-díj az egy nagyon jó pofa dolog. 1991 óta évente átadják a Harvard Egyetemen az Annals of Improbable Research, vagyis a hát valójában valószínűtlen kutatások évkönyve nevű tudományos humormagazin, mert ilyen is van, szóval ennek a szerkesztősége átadja az adott év legviccesebb, illetve vicces és elgondolkodtató tudományos eredményeiért a díjakat. Na most, hogy mi az, hogy vicces és elgondolkodtató? Ez egy jó kérdés, de az nagyon fontos kritérium, hogy itt olyan eredményeket díjaznak, ami tényleg tudományos publikációkban jelenik meg, vagy szabadalmakban. Tehát, hogy nem csak az, hogy valaki kiír egy Facebook posztot, hogy csináltam egy vicces kísérletet, az nem számít. Igazi tudományos folyóiratokban megjelent cikkek számítanak, még akkor is, hogyha marhaságról szólnak, de hogy a minősége a cikknek, az megüti a tudományos mércét. Szóval ilyen kutatásokat díjaznak, és hát egy óriási nagy poén maga a ceremónia is. Tehát itt van minden. Papírrepülő dobálástól kezdve, vagyis az is egy kötelező elem, hogy ugye két papírrepülő dobálás is van a körülbelül másfél órás Ig Nobel-díját adó ceremónián, és utána igazi Nobel-díjasok takarítanak föl. Tehát ugye az is egy kötelező elem, hogy ők jönnek oda söprűvel és takarítanak. Ja, amúgy egy kicsi etimológia, hogy mi az az Ig Nobel, ugye nyilván a Nobel az benne van, de mi az az Ig? Hát ez egy szójáték, ami sajnos csak angolul működik, az Ig Nobel, amit nem pont úgy kell leírni, hogy Ig Nobel, hanem úgy, hogy Ig Noble. Az ugye valami ilyesmit jelent, hogy nemtelen, nem nemes, vagy valami ilyesmi, szóval ezen valami szójáték. De hát magyarul, a magyar sajtóban általában épp ezért anti-Nobel-díjnak, esetenként bolond Nobel-díjnak szokták fordítani. Tehát most itt nem arról van szó, mint mondjuk egy Aranymálna díjról, filmeseknek a nagyon negatív, rosszul sikerült filmjeiket díjazza, hanem itt arról van szó, hogy ezek olyan kísérletek, olyan publikációk, amiknek azért van tudományos alapja, sőt, van tudományos alapja, csak hát helyenként vicces, vagy olyan kutatási területeken történik ez, ami rendhagyónak minősül, vagy rendhagyóbbnak minősül, mint mondjuk egy Nobel-díj. Igen, de az a legviccesebb az egészben, hogy néha 2010 óta létezik közös halmaz a Nobel-díj nyertesek és az Ig Nobel-díj nyertesek között, mert például az Andrei Geim nevű fizikus, az 2000-ben megkapta az Ig Nobel-díjat a híres béka lebegtetésért. A béka lebegtetés kísérletért, erős mágneses terekkel békákat lebegtetett, és ugyanez az ember 2010-ben a grafénért megkapta az igazi Nobel-díjat. Tehát már csak ez is mutatja, hogy itt nem arról van szó, hogy a kutatások, no pláne az embereknek a színvonalát díjazzák, hanem egyszerűen csak a témának az abszurditását, ez esetben a béka lebegtetés. Tehát, hogy jobban értsék a hallgatók, el is mondunk néhány példát, ugye a közelmúltból, hogy például mikért adtak ilyeneket.
Oké. Okay. Rendben, abszolút, de szerintem mielőtt rákanyarodnánk erre, mindenképpen beszéljünk arról, hogy ugye díj is jár ehhez a díjhoz. Nem tudom, hogy tudod-e, ennek nem elfelejtettem utána nézni az adás felvétel előtt, hogy mennyi pénz üti a markát belgiasoknak, de itt is van bizony pénzjutalom, nem is kevés, mert 10 000 milliárd dollár, ról van szó, csak ez nem amerikai dollár, hanem a 2009-ben hiperinfláció miatt a forgalomból kivont értéktelen zimbabwei dollár. Bizony. Hát igen. Szóval ezt valóban át is adják ilyenkor. Egyébként viszont igazi pénzjutalom nem jár érte, tehát általában egy csomó kutató nem is tud elmenni átvenni a díjat. Például többször volt, hogy magyarokat is díjaztak, majd erről még beszélgetünk, de nem tudtak mindig elmenni az átadóra, úgyhogy volt, hogy csak videón jelentkeztek be. De ha már egyszer valaki el tud jutni, tényleg az óriási buli. Tehát vannak ilyen kötelező elemek, például van egy kis csaj. Ja igen, amikor valakik elmondják, átadják a díjat, akkor utána mindenki gyorsan el kell, hogy mondja, hogy mi volt az ő kutatása. És akkor mindig van ott egy kislány, ez egy ilyen hagyomány, van egy Miss Sweetie Pooh nevű kislány, aki amikor lejárt az idő, az az 5 perc, amiben elmondhatják a kutatást a díjazottak, akkor hangosan, éles hangon felkiált, hogy hagyjátok abba, unatkozom! És akkor jön a következő. És akkor vannak ilyen tradíciók, például a welcome speech, ami azt jelenti, hogy egy professzor kijön, és annyit mond, hogy welcome, és ennyi. Tehát ez a nyitó beszéd, szóval elég sok marhaság van, de hát ez egy óriási dolog, szóval óriási poén az egész, szóval akinek ilyenfajta humorérzéke van, annak ajánlom, hogy a YouTube-on nézzen utána, és az idei átadót is meg lehet nézni, 1,5 órás dolog, és hát persze már hónapokkal korábban elfoglalják az összes helyet, tehát ez egy nagyon vicces esemény, úgyhogy persze teltházas mindig. Egy kicsit az Agymenők című sorozat jut eszembe, vagy amikor készültem az adásra, akkor is az is jutott eszembe, ugye ott ők, spoiler, az utolsó részben ugye Sheldon és Amy Nobel-díjat kap, és ez jutott eszembe, hogy hát valójában ilyen vicces Nobel-díj átadások is vannak, és hát ugye az egyik legfontosabb szerintem ebben az, hogy a közönség az lássa, hogy ti, a kutatók, a tudósok, az ti nem egy ilyen Einstein figurák voltak, vagytok, ugye Einsteinnek is jó humorérzéke volt, de hogy ilyen szakállas, őrült hajas figurákat képzelnek el az emberek, ilyen, hát, hogy is mondjam, kicsit karótnyeltebb tudósokat, és hát a valóság ellenben nem ez, hanem hát például egy ilyen díjátadáson is, hát, ahogy elmondtad, vicceskednek és vicces dolgok is történnek. Hát igen, a karótnyeltség az biztos, hogy nem jellemző az eseményre, hát a szórakozottság, meg az ilyen Einstein karakterek azért megjelennek itt, még egy kicsit rá is játszik el ezekre a sztereotípiákra az ünnepség itt ott. Viszont ez tényleg marha jó látni, amikor az igazi Nobel-díjasok láthatóan jól érzik okat, meg hűlnek, meg takarítanak a többiek után, ugye összesöprik azt a rengeteg papírrepülőt, amit ebben a több 1000 fős nagy előadó az a rengeteg néző ott eldobál, tehát szóval ez egy jó pofa dolog. Van valami jelentősége a papírrepülőnek? Tehát, hogy mit jelent ez, hogy papírrepülőket dobálnak? Őszintén szólva gőzöm sincs. Ezek próbáltam úgy utána járni, becsületesen a díj történetével kapcsolatban. Úgy látszik, hogy ez már a legelső díjnál megvolt, mikor 91-ben átadták, akkor egy őrült papírrepülő csatába fajult az egész, de hogy itt van-e ennek valami ilyen metaforikus jelentése így külön, azt én nem tudom. Azt nem tudom. Hát akkor arra kérjük a hallgatókat, hogy ha esetleg valaki tudja, az mindenképpen kommentelje be, vagy küldje el a podcast@emtv.hu címre a választ, mert erre igazán kíváncsi lennék. Hát én is mindenképpen. Egyébként szokták ezt még valahogy, mondtad az aranymálnát, szokták még ezt a Darwin-díjjal párhuzamba állítani. Ugye a Darwin-díj az, amit csak poszthumusz lehet megkapni, ha ilyen nagyon, hát ilyen morbid dolgokért, tehát nagyon
nagyon vicces, úgymond, vagyis hát tragikomikus körülmények között bekövetkezett halálokért. Például az a bácsi, aki elrepült egy csomó héliumos lufival a tengerpartról, egy lufiárus bácsi, és bepottyant a vízbe, meg ilyenek. Szóval ez is, ez nem tudom, hogy az még van-e. Azt nem tudom, a Darwin díj az még megy, az még létező dolog. Nem tudom, hogy ezt így hivatalosan átadják át, ugye azért gyakorlatilag a Facebook kommentekben mindig születik Darwin díjas hozzászólás, vagy Darwin díj, mert azért mi emberek nagyon sokszor követünk el olyan dolgokat, ami Darwin díjat érdemel. Igen, hát igen, ilyen köznevesült az már. Ez nem is tudom, hogy ez volt-e valaha hivatalos formája, de ennek az Ig Nobel-díjnak abszolút van. És hát ugye azért vannak magyar Nobel-díjasok is, és vannak magyar Ig Nobel-díjasok is, ugye? Így van, és még szerencsém is van, mert kettőt ismerek is közülük. Például az egyik személyes kedvencem, aki egy, hát a barátomnak mondhatom, azt hiszem Gál Józsit, aki 2005-ben részesült ebben az elismerésben, amikor is egy olyan cikket díjazták, amit egyébként 2003-ban írt. Tehát azért itt egy pici megjegyzés, hogy itt azért sérül az a dolog, hogy az adott év legjobb eredményeit, vagy legviccesebb eredményeit díjazzák, mert mint ahogy az igazi Nobel-díjnál sem így van már, hanem régebbi kutatásokat díjaznak sokkal később, hát itt is az van, hogy néhány évvel korábbi, akár 20 évvel korábbi eredményeket is díjaznak, úgyhogy például 2003-ban írták a Józsiék a német témavezetőjével együtt Brémában azt a cikket, ami a pingvinek székletürítési szokásainak a fizikai hátterét vizsgálta. Ez az, hogy mennyivel kell nyomnia, hogy milyen messze repüljön, ugye? Így van! És hogy ne is szaporítsuk a szót, sikerült kapcsolatba lépnem Gál Józsival, és egy exkluzív interjú keretében megkérdeztük. Egyrészt, hogy miről is szól pontosan a kutatás, hogy mik az eredmények, illetve hogy jött az egésznek az ötlete. Hogyha ilyen érdekes mintázatokat csinálnak a pingvinek a fészkük körül, akkor mégis ez milyen nyomásra van szükség a belső bélrendszerükben. Arról van szó, hogy a székelés közben ők nem hagyományos, úgy mondom, hogy az emlősöknél hagyományos módon székelnek, hanem egy kicsit nagyobb sebességgel, nagyobb távolságra próbálják elvégezni a dolgokat, éppen azért, hogy ne kérne a fészekből messzire elmenni. Ez azért van, hogy ne hűljenek ki a tojások? Ugye ezek mégiscsak a déli sarkollatnak, tehát ez lehet itt az ok? Egyik oka lehet, igen. A másik ok az lehet pedig az, hogy talán az a táplálék, amit esznek, főleg halak, vagy vízben élő egyéb állatok, azok lehetővé teszik, hogy a székletüknek a viszkozitása, illetve a sűrűsége, tehát egyéb hidrodinamikai paraméterek lehetővé teszik, hogy ilyen módon elvégezzék a dolgokat. Tulajdonképpen a pingvin kakinak az állaga az emberénél egy kompaktabb dolog lényegében? Vagy mihez lehet ezt így hasonlítani? Hát a viszkozitása kicsit kisebb. Kevésbé tapadnak a laminális rétegek, most így mondanám, hogyha így nagyon, nagyon egyszerűen fogalmaznék, de hát nem teljesen ilyen egyszerű, mert vannak benne darabok, még nem homogén, meg nem ideális folyadék, de az a lényeg, hogy ezt el tudja végezni, akkor ezt elvégzi. Milyen mérési módszerrel sikerült ezt így végrehajtani? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy amit én hallottam ilyen természetfilmekből, arra is nagyon komoly előírások vannak, hogy ezeket a pingvineket, akik ottan laknak, nem is lehet akármilyen távolságra megközelíteni. Igen, ez egy kis csalás volt, vagy azt mondom, hogy modell, amikor a viszkozitást mértük, viszkoziméterre mértük egyébként a brémai egyetemen. Nem a pingvinek székletét mértük, hanem hasonló vízimadarakét, például kormorán, pelikán székleteket néztük. Az volt a lényeg, hogy hasonló táplálék összetételű, illetve hasonló jellegű madarakat próbáltunk bevonni a méréseinkbe. Hát ami azért persze okozott a becslésnél egy valós hibát, amit úgy nagyjából megbecsültünk, de konkrétan igazad van, hogy a pingvineken, ezeken a pingvineken nem mértünk semmit.
És akkor az ember mondjuk veszi mondjuk az ilyen helyettesítő, mondjuk, mit tudom én, kormorán guanót, és akkor azt lehűti az ember a laborban a megfelelő déli sarki hőmérsékletre, és akkor megy a viszkozítás. Hát nem hűtöttük le, mert azért az élet az olyan, hogy hát nem... Ja. Nem hűl le az olyan gyorsan, tehát a test meleg az azért megvan. Ja, mi szobahőfokon mértük, persze. Tehát ez, ebben is igazad van, hogy a hőfüggés talán nem is mértük, hogy mennyire befolyásolhatja. Hát de jó. De viszonylag gyors folyamat. De igazad van, persze. Hát ez. És akkor ugye azt találtátok, na akkor most próbálom rekonstruálni a dolgot, tehát ismeritek a cuccnak a méretét meg a viszkozitását, és akkor, ha jól emlékszem, akkor videófelvételekről tudtátok, hogy milyen messzire repül hátra a kis csomag, és akkor ebből a Hagen-Poiseuille törvénnyel meghatároztátok a belső nyomást, ugye? Ez volt nagyjából. Igen, durván. Egyébként nem videófelvétel volt, hanem fényképek. Aha. Fényképek. Akkori főnököm fényképeket készített, nagyon jó fotós egyébként, nagyon jó megfigyelő, zoológus, biológus, és hát egyéb, hát azt mondom, hogy ilyen félpolihisztor. Majdnem minden, akkoriban majdnem minden évben ment az Antarktiszra, és egyéb teendői mellett még ezzel is foglalkozott, hogy ezeket az érdekes állatokat, vagy a környezetüket fotózza, és az egyik fotón sikerült elkapnia pont az aktust, amikor történt, és abból nagyon sok mindent le lehetett szűrni. Tehát nem videófelvétel, hanem azt mondom, hogy sokféle fénykép, amivel a helyzeteket, magasságokat, távolságokat, dimenziókat így meg lehetett becsülni, és akkor abból alkottunk egy ilyen modellt. Hát zseniális, hát utólag is nagyon gratulálok, mondom, nagy inspiráció nekem ez, egyszer én is szeretnék majd egy Ig Nobel-díjas kutatást valahogy, de még hát közel se jutott eszembe ilyen jó ötlet. Viszont azt még utolsóként megkérdezném, utolsó kérdésként, hogy hogyan értesítettek titeket róla, illetve hogy ez mennyivel azután történt, hogy megjelent a cikk. Tehát, hogy mekkora átfutási idő volt a cikk megjelenése, meg hát az Ig Nobel-díj elnyerése között. És hát tényleg ez, hogy hogyan tudtátok meg? Nem volt, talán egy fél év, ami eltelt a cikk megjelenés és az értesítés között, tehát nem volt egy hosszú idő, hamar ért minket. Én akkor már visszatértem Magyarországra, két évig voltam akkor Németországban, Brémában, és amikor megértesültünk, akkor én már visszatértem Magyarországra. És hogy mi inspirálta, illetve visszatérve a te megjegyzésedre, hogy még nem találtam olyan ötletet, ami ilyen méltatást eredményezett volna, mi sem azért csináltuk, hogy ilyen díjat kapjuk, nem is tudtunk róla, hogy van ilyen, hanem valaki nominált, illetve többen nomináltak, és végül is elnyertük. Az pedig, hogy mi volt az oka, nem válaszoltam még az annyi, hogy véletlen, hogy ezt megírtuk, hogy volt rá lehetőségünk, illetve nem ezzel akartunk foglalkozni. Volt egy 2003-ban egy pályázat, amit beadott a akkori főnököm, egy kutatási pályázat, amit nem nyert el, és szerint igazságtalanság történt a elutasításból, nagyjából tudta, hogy ki bírálhatta el, stb. És volt egy nagy fokú frusztráció akkori főnökömben, Benno volt a főnököm, Viktor Benno Meyerhoff professzor, és azon gondolkodott, hogy mivel egy viszonylag nagy büdzsétől elesett, ezért ezt a már régóta lapongó témát előveszi, amit igazából egy japán diák inspirált egy kérdésével, amikor föltette, hogy ugye mutatta antarktiszi diákat a egyik előadásán Japánban a főnököm, és az egyik diák megkérdezte az előadásán, hogy mik azok az érdekes mintázatok a fényképen a fészek körül, és akkor megfogalmazódott benne, hogyha lesz szabad ideje, akkor ezt kiszámolja, hogy mégis ehhez mi kell. És a szabad időt azt jelentette meg, hogy volt egy ilyen kellemetlen helyzet, úgyhogy minden helyzetnek van jó és rossz oldala. Ez egy jó oldala volt ennek a
visszautasításnak, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy ne lankadjon el a lelkesedés, hogyha valami kapu bezárul, mert akkor rögtön kinyílik valami másik kapu. Úgyhogy téged is bíztatlak, hogy bármikor olyan helyzetbe kerülsz, ami váratlan, vagy nem úgy tervezted, akkor abból mindig kijöhet valami, ami nem várt, és esetleg megnyit új lehetőségeket. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a tökéletes zárszót, és az egész interjút az Ig Nobel-díjas Gál Józsefnek, és további sikeres kutató munkát és fejlesztő munkát kívánok neked. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ajánló következik. Az űr. A legvégső határ. Ennek a végtelenjét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljuttassák oda, ahová még senki sem merészkedett. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az impulzus.őrszekerek.hu címre kattintva találod. Ajánlót hallhattatok. Parallaxis. Hogyha csak a közelebbi múltra tekintünk, 2016-ban az ELTE-nek a biológiai fizika tanszékén tevékenykedő Horváth Gáboréknak egyébként rögtön kettő tanulmányt is sikerült átnyomniuk, úgyhogy mind a kettő Ig Nobel-díjas lett 2016-ban. Egyébként érdekes, hogy egyébként a Gál Józsi is ebből a kutatócsoportból származik, csak ő aztán kiment Németországba, szóval ott határozottan van valami. Most a Horváth Gáborék egyébként rendesen zseniális dolgokat csinálnak, például az egyik híres eredményüket azt még David Attenborough is idézi a sorozatban, ugyanis ők voltak azok, akik azt vizsgálták, hogy a zebrák azok lehet, hogy azért csíkosak, mert akkor a bögjök nem szállnak rá. És akkor csináltak ilyen kísérletet, hogy vettek fehér lovakat, fekete lovakat, meg mondjuk csíkosra festett lovakat, mondjuk lehet, hogy nem pont így volt a kísérlet, nem lovakkal volt az eredeti kísérlet, azt hiszem csak ilyen táblákkal, amiket kiraktak, egy fehér felület, egy fekete felület és egy csíkos felület, és mind a három közül a csíkosra szállt rá a legkevesebb bögöly, mert valahogy a bögyöknek a látását ez a csíkozás, ez összezavarja. És akkor ebből aztán egy egész sor érdekes ciklet, és 2016-ban például ugye ennek egy mellékeredménye volt az, ami kimutatta, hogy a fehér lovakat kisebb arányban csípik meg a bögyök, mint a feketéket, vagy valami, meg aztán ugyanilyet találtak, ugyanez a csoport egyébként, vagy hát nem ugyanez a csoport, de mind a kettőben a Horváth Gábor volt a vezető, ő meg aztán arra is rájött, hogy bizonyos bögyök a kiskunhalasi temetőnek a sírköveire rá szeretnek szállni, meg szitakötők, ami azért is érdekes, mert a szitakötők a vízre szeretnek rászállni, de mégis itt nem volt a közelben sem víz, és mégis tele voltak a sírkövek szitakötőkkel. Most már ennek meglett a magyarázata, persze, ezek a rovarok ugyanis a fénynek a polarizációját látják, és kiderült, hogy ezek a sírkövek hasonlóképpen polarizálják a fényt, mint a vízfelszín. És ezért ők azt hitték, hogy ott víz van, és ezért szálltak oda le. Szóval nagyon érdekes dolgokat lehet ebből tanulni, de hát tényleg meghökkentő témák. Tehát, hogyha valaki lát egy ilyen cikket, hogy mit tudom én, miért szállnak rá a sírkövekre a szitakötők, hát akkor azért gondolhatja, hogy hú, na ez aztán az Ig Nobel-díjas kutatás, de közben meg tök érdekes dolgokat lehet belőle tanulni. Szóval, mint ahogy egyébként a pingvin csomag hátralövésből is. Szóval szerintem ezek jó kutatások tényleg, és nagyon jó helyeken jelennek meg. Tehát rendes tudományos közlemények, nincs ezekkel így technikailag semmi baj. Sőt. Kicsit az ilyen brit tudósok, ami már ugye köznyelben azt jelenti, hogy olyan kísérletek, amik egy kicsit ilyen abszurd, vagy nem annyira hétköznapinak mondható. Nekem mindig ez jut most eszembe. De javaslom szerintem vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy kik nyerték idén az Ig Nobel-díjakat. Mit szólsz? Jó ötlet, én is most néztem végig az összes cikket, úgyhogy frissen élnek az emlékek, úgyhogy gyerünk. Kezdjük rögtön az orvosi kategóriában, mert hogy ugye kategóriák vannak, úgyhogy az orvosival kezdjük, ami azzal foglalkozott, hogy a pizzafogyasztás kedvező élettani hatásait vizsgálta. A pozitív hatás egyetlen feltétele az volt, hogy eredeti olasz pizza legyen, amit fogyasztunk, és Silvano Gallus nyerte ezt az elismerést, és bármennyire is furának hangzik, a témában három komoly orvosi szaklapban is publikált cikket az elmúlt évek során a kutató, egyes ráktípusok, illetve szív- és érrendszeri megbetegedések összefüggésében. Ezt lehet, hogy a Gallus volt az első szerző, ez a Silvano Gallus nevű fickó. Egyébként egy 8 fős
csapat, tehát 8 szerzője van a cikknek, és mindegyik olasz. És a kutatásnak a helye ennek megfelelően szintén Olaszországban történt, és ez azért érdekes, mert már korábban volt az az eredmény, vagy legalábbis hát nem is tudom, hogy vajon megalapozott tudományos eredmény volt-e, vagy csak ilyen népi bölcsesség, de kétségtelen tény, hogy Észak-Amerikában legalábbis ez a mondás járt a tudományos körökben is, hogy a pizza fogyasztás az csökkenti a prostataráknak az esélyét. Na már most, ennek akartak ők utána menni. És mivel hogy a pizza az természetesen az olasz nemzeti büszkeség fontos eleme, ezért az olasz kutatócsoport természetesen rögtön ráugrott, hogy tudják-e az amerikai eredményt, vagy népi bölcsességet reprodukálni olasz vizsgálatokban. Egy nagyon kiterjedt vizsgálat volt ez, tehát hogy 1991 és 2002 között kezelt embereket vizsgáltak, egészen konkrétan 2569 nőt és férfiakat is, 1294 férfit, mind a két esetben ilyen nemi jellegű rákos megbetegedéseket vizsgáltak, tehát a nőknél méhnyakrákot, illetve mellrákot, a férfiaknál pedig prostatarákot, és mind a két csoporthoz volt meg vagy 5000 kontrollmérés, így csak férfiak és nők voltak, volt ilyen is, olyan is, tehát olyan, akik rákos megbetegedésben szenvedtek, vagy voltak diagnosztizálva és sose ettek pizzát, voltak, akik szenvedtek rákos megbetegedésben, de sok pizzát ettek, meg volt egy kontrollcsoport, aki se nem, vagy ja igen, volt olyan, aki nem szenvedett megbetegedésben, és nem evett pizzát, nem szenvedett semmilyen megbetegedésben, és evett pizzát, és férfiak és nők. Tehát ez jó nagy csoport, rengeteg ember adatait elemezték, és hát azt találták, hogy doppergés, nem találtak összefüggést. És ebből azt következtették, hogy valószínűleg nem a pizzának van itt a kulcs szerepe ebben a történetben, hanem ha tényleg kijön az észak-amerikaiakra ez a korreláció, akkor az inkább a pizzával együtt járó más életmódi dolgoknak lehet köszönhető, vagy esetleg annak, hogy ők nem az eredeti olasz pizzát eszik, hiszen ők Amerikában laknak, de minden esetre pont az olasz pizzával nem sikerült kimutatni ezt a hőnáhított korrelációt, tehát inkább csak cáfolni sikerült, hogy létezne ilyen összefüggés, de minden esetre egy Ig Nobel-díjhoz ez elég volt, és hát tényleg nagyon sok adatot kielemeztek, szóval tisztelet, becsület a 8 fős kutatócsoportnak. Úgyhogy megérdemelten kapták a díjat. De sajnos akkor ebben az esetben az eredmény az ugye gyakorlatilag egy cáfolat volt, és nem egy megdöbbentő összefüggés. Ez így van, ebben az esetben ez történt, de hát ugye a téma felvetés az, ami az Ig Nobelt jelenti, hát onnantól kezdve ők aztán csak rendesen elvégezték a kutatást. Hát persze, jobb lett volna. Amúgy nagy, hogyha figyelj, ha kijött volna a pozitív korreláció, akkor meg lehet, hogy egy rendesebb díjat is kapnak érte. Mondjuk, ha nem is Nobel-díjat, de igen, akkor azért gondolj bele, mi lett volna, ha kiderült volna, hogy a pizza a nagy hőnáhított gyógyszer nekem, a világ bajaira. Nekem ezzel a kutatással, vagy ezzel a kategóriával, meg ezzel a cikkel kapcsolatban gyakorlatilag egy kicsit olyan érzésem van, mintha te klímakutatóként azt vizsgálnád, hogy a plüszkölés, egy ember plüszkölése, az milyen hatással van a légkörre, és kimutatnád, hogy semmilyen. Tehát gyakorlatilag itt azért nagyjából erről van szó. Nagyon jó ötletet adtál, mert mondtam, én szeretnék Ig Nobel-díjas kutatást csinálni, de ez jó pofa. Na, ezért lehetne. Vagy a teheneknek a metán kibocsátása, az már többször felmerült, mint ötlet ugyanebben a kategóriában. Hát akkor reméljük, hogy nem sokára egy ilyen Ig Nobel-díjas interjút is készíthetünk vele. Hú, de jó lenne, az jó lenne. Azt hiszem a Parallaxis is jól járna vele. Na jó, hát majd akkor rágyúrunk a kollégákkal. És az a 10 milliárd zimbabwei dollár, az nagyon jól jönne nekünk szerintem. igen. Vagy várjál, visszanézem, mintha azt mondtad volna, és jól mondtad, hogy az nem is csak az 10 ezer milliárd, képzeld el. Szóval, ott majd lesz habzsidőzsi. Na jó, hát menjünk tovább. Maradjunk az orvosi kategóriánál, de most orvosi kutatás kategóriája következzék. Rögtön mielőtt belemegyünk, tisztázzunk is, mert a cikkben, ami ezt felsorolja, van egy kifejezés, klikkeres tanítás módszere. Ez mit akar?
Hát akik kutyákat, akiknek vannak kutyusaik, azok lehet, hogy tudják ezt a dolgot. Nekem ez nincsen. A Agility-nél használatos ilyen kattogó. Így van, ez a kattogó bigyó, amit szerintem magyarul is klikkernek hívnak. Ugye ennek az a lényege, hogy egyszerűen segít a pozitív kondicionálás kialakításában. Tehát ha van egy kutyusod, ugye az van, hogyha elvégzi a hőnállított feladatot, akkor ugye mindig kap érte jutalmat, ez a pozitív megerősítés. De sokkal gyorsít a pozitív megerősítésen, hogyha a kutya pontosan tudja, hogy konkrétan miért kapja ezt. Mert ugye egyébként neki hosszabb időbe tel neki silabizálni, hogy most miért járt a jutalom, és itt jön be a clicker, ami azt jelenti, hogy amikor éppen végrehajtja azt a mozdulatot, mondjuk akár véletlenül először, amikor végrehajtja a hőnállított mozdulatot, mit tudom én, pont lefekszik a kutya, amikor kérik, akkor klak, akkor benyomja a klikkert, és akkor utána megkapja a jutalmat. És onnantól kezdve mindig tudja a kutyus, hogy amikor megkapja ezt a hangot, ezt a klikkenést, akkor ő éppen valami jó dolgot csinált. És akkor pontosan meg tudja mondani, hogy mi az a mozdulat, ami a cél volt, és hogy ő ezért fogja kapni a jutifalit. Na, és akkor most itt ez a kutatás meg arról szólt, hogy ugyanezt a fajta cuccot bevezetni az orvosi oktatásba, konkrétan a sebészképzésbe, ha jól értem. Tehát, hogy a hallgatóknak ezzel csinálnának pozitív visszacsatolást, úgymond. És hát nem is akármilyen sebészeknek, mert hogy konkrétan ortopéd sebészek képzésénél vizsgálták ezt a dolgot. Karen W. Pryor és kollégája Teresa McKeown nyerte ezt a díjat, és ahogy te is elmondtad, a gyakorlati sebészképzésben sok esetben komoly problémát jelent az idősebb szakemberek és a fiatal orvosok közti konfliktus helyzet, ilyen stresszel teli helyzetben nehezebb a módszerek elsajátítása, a klikkeres oktatás során pozitív megerősítést kaptak a sebészhallgatók, és az így elsajátított ismereteket sokkal pontosabban tudták alkalmazni, mint a hagyományos demonstrációs oktatás módszerével tanulók. Na most a cikkben egyébként itt több kutatás volt, egybegyúrva arról szól a cikk. Most az első az volt, amiben tényleg a rezidens képzésben résztvevő hallgatókból választottak ki egy 12 fős csoportot és egy kontrollcsoportot, ugyanekkorát. És ugye az egyiknek valamilyen akciót tanítottak, hogy most így kell csinálni a szokásos módszerrel, ami úgy néz ki, hogy valaki kiáll és bemutatja, és csináld utána. És a másik csoportnak meg volt ez a klikkelés. Amikor épp valami ügyes dolgot csináltak, akkor megszólalt a klikker. Amúgy egyébként a kutatásban, legalábbis az első felében, itt ez nem is egy sebészi beavatkozás volt, hanem egy csomónak a megkötése és a kilazítása, de nem csak egy sima csomó, hanem tudod, nagyon bonyolult mindenféle tengerész csomók is léteznek, amiket egyáltalán nem triviális megtanulni. Na ezek közül az egyik, egy 6 lépésből álló mozdulatsor, hogy ezt a fajta csomót hogy kell megkötni, meg kilazítani cipőfűzővel, és mindig úgy volt, hogy egyesével odajárultak a hallgatók, és megcsinálták a feladatot, és ami az egyik csoportban ugye volt a klikkeres visszacsatolás, amikor jó dolgot csináltak, a másiknál pedig nem. És hát bármilyen meglepő, hát nyilván nem meglepő, hanem triviális, az emberekre is működik, amikor volt a pozitív visszahatás, akkor minden szempontból jobban teljesítettek ezek a csoportok, és akkor felvetődött az ötlet, hogy ezt egy még ennél a csomókötésnél is sokkal borult a procedúrához, mondjuk egy sebészi beavatkozásnak a tanításához is használják. És hát használták, és működött. Hát szóval, hát mondhatjuk, hogy egy áttörés az orvosképzésben. Az a konklúzió, hogy gyakorlatilag működik a pozitív megerősítés? Hát lényegében igen, ami ugye nem kell meglepődnünk, hiszen a kutyáknál működött, hát végülis embereknél is működött, mindig is tudtuk, de hogy konkrétan az orvosképzésben egy mérhetően használható technika lehet ez, az tulajdonképpen vicces. Ezért aztán járt az Ig Nobel. Kár, hogy nincs itt Csaba, aki ugye tanít is, és hát akkor neki is ajánljuk, vagy ajánlani fogjuk ezt a pozitív megerősítés gyakorlatot, klikkeres tanítási módszert, hogy a hallgató. Nagyon jó, azt nagyon jó. Én is tanítok, és most eszembe jutottad, hogy tulajdonképpen beszerzek én is egy ilyet. Kvantummechanika gyakorlatom, majd ezzel fogok kattogni.
Ez marha jó. Térjünk át a biológia kategóriára, ami hát nekem egy örök kedvenc témám, mert szerintem az atomrobbanás után így a csótányok maradnak, meg a dohányboltok. Úgyhogy a csótányok mágneses tulajdonságait vizsgáló nemzetközi kutatócsoport kapta a díjat. A kutatások során azt mérték fel, hogyan hat a mágneses tér az élő, illetve az elpusztult csótányokra. Az eredményeik megerősítették azt a feltételezést, hogy a csótányok valamilyen módon érzékelik a föld mágnesességet, és az élők ezt használhatják is a tájékozódásuk során. Igen, és ez egy igen komoly kutatás. Tehát ez a Nature Scientific Reports újságában jelent meg 2018-ban, és ez teljesen rendben van módszertanilag ez a cikk is. Ugye elolvasgattam, itt arról van szó, hogy vizsgáltak élő és halott csótányokat a következőképpen. Volt nekik nagyon precíz mágneses térmérőjük, betették a csótányokat, akár élő, akár holt, betették őket egy mágneses térbe, tehát úgymond felmágnesezték a csótányokat, hiszen a csótányoknak a szöveteiben léteznek felmágnesezhető részecskék. Vagyis olyan részecskék, amiket, hogyha mágneses térbe teszel, akkor ők úgymond, mint kicsi iránytűk, ők is befordulnak a mágneses tér irányába, és ezt az irányt megtartják valamennyi ideig, akkor is, hogyha te kikapcsolod a mágneses teret. Ennek valóban lehet bizony ahhoz köze, hogy a csótányok, meg egyébként nagyon sok rovar valamilyen módon tényleg érzékeli a földmágneses teret, madarak is, ugye a madarak vándorlásánál annak nagyon fontos szerepe lehet, hogy tudják, hogy merre van éjszak. Most úgy tűnik, a csótányok is, azt már korábban kimutatták más tanulmányokban, hogy ez a faj, ez amit egyébként amerikai csótánynak hívnak, hogy ez konkrétan érzékeny arra, hogy merre mutat a tér, mert régebbi kutatások csináltak olyan kísérletet, hogy mondjuk 10 órás periódus idővel szépen lassan körbe-körbe forgatták a mágneses teret egy laborban, és akkor ki lehetett mutatni, hogy a csótányok ennek megfelelően változtatnak az útvonalaik irányán. Tehát igen, ez van. Na most viszont az volt az érdekes az új kísérletben, ebben a 2018-as publikációban, hogy azt vizsgálták, hogy miután kikapcsolták a mágneses teret, egy nagyon pici, nagyon érzékeny mágnesességmérővel azt vizsgálták, hogy a csótány a saját mágnesezettségét mennyi idő alatt veszti el. És kiderült, hogy az élő csótányok, azok körülbelül, mit tudom én, jellemzően fél órányi idő alatt, mondjuk úgy, hogy igen. Tehát olyan fél kötőjel egy órányi idő alatt teljesen lemágneseződtek, de az ugyanilyen halott csótányok nem. És akkor ebből az lett a konklúzió, hogy valószínűleg ezeknek a kiti páncéjukban olyan szerkezetek vannak, hogy pont a felmágnesezett részecskéket valami viszkózus folyadék veszik körül, ami az élő, ami elég folyékony, elég viszkózus az életben lévő csótányok esetében, és emiatt aztán a fölmágnesezett kis pici részecskék elforoghatnak az élő csótányban, de valahogy valószínűleg ez a folyadék ez megszilárdul a halott csótányban, és emiatt aztán az megtartja a mágnesezettségét, mert ott a kis fölmágnesezett részecskék nem tudnak elforogni, és akkor így nem oltódik ki a kis mágnesezettségük. Tehát ezért aztán ezt tanulják tulajdonképpen ebből a tanulmányból, hogy a halott csótány az sokkal tovább, tehát nagyságrendekkel tovább, mondjuk másfél napig megtartja a mágnesezettségét, szemben az élő csótánnyal, aki körülbelül egy óra alatt lemágneseződik. Hű, ez aztán van valami. Az Isten értenek milyen gyakorlati haszna van? Van ennek bármi gyakorlati haszna? Ez kérlek szépen, ez nem lehet ugye előre tudni, hát ez a szép az alapkutatásban. Hát de én most mondok valami blödlit, hát ez valamiféle újfajta halmazállapot változás, ha jobban belegondolunk, mert olyat ismertünk már, hogy vannak mágneses domének egy anyagon belül, mondjuk egy fém darabon belül vannak olyan fajta fémek, amiben vannak területek, amiken belül az egyik irányba mutat a mágnesezettség, egy másik területen a másik irányba mutat, és emiatt aztán kívülről nem mágneses az adott anyag, mert a doméneken belüli, vagyis az ilyen belső területeken belüli mágnesezettségek úgy kioltják egymást, az errefele meg a másik irányba mutatók is ugyanolyan valószínűséggel fordulnak elő, és ezek kívülről nem mágneses az anyag. Most ez is
egy ilyenfajta dolog, csak itt most ez két komponensű anyag, tehát vannak ezek a mágneses részecskék benne a csótányban, meg az egészet valami viszkózus, mondjuk mézszerű, vagy még annál is viszkózusabb. Hát mi a lágyan folyósnak az ellentéte? Na mindegy, szóval olyan nehezen folyós anyagban vannak ezek a részecskék, és hogyha az megdermed ez az anyag, akkor egy irányba maradnak ezek a dolgok, egyébként meg itt szétforognak, mint a doménekben a mágnesezettségek, és akkor lemágneseződik az állat. Ennek lehet valami technikai haszna, hogy ezt el lehetne tanulni a természettől. Lehet, hogy van olyan kutatás, amiben ennek van jelentősége, hogy sokkal jobban lehet, sokkal valami megkívánt hőmérséklet tartományon belül tudjuk szabályozni ezt, hogy mennyire legyen hígan folyós a cucc, mert nyilván a meleg akkor jobban folyós, ha hideg, akkor kevésbé folyós, és akkor az egyik esetben gyorsabban, a másik esetben lassabban veszti el a mágnesezettségét. Hát a jó ég tudja, ebben még benne lett valami technikai áttörés, úgyhogy egy kicsit azt érzem, hogy ez akár még a fizika kategóriában is megérdemelte volna az Ig Nobel-díjat, de hát a biológiában adták. Mindegy, ott is jó helyt van. Én azért örültem, hogy elolvastam ezt a cikket, sokat tanultam belőle. És hát az előbb azt kérdeztem, hogy milyen gyakorlati haszna van, akkor hát a következő díj, amit most sorra veszünk, annak tényleg elképzelésem sincs bármi gyakorlati hatásáról. Hát sok kedvencem van a díjazottak közül, meg a kutatások közül, de hát azért nálam ez viszi a pálmát. Azt előjáróban tisztázzuk, hogy a helezacskók fő funkciója az, hogy biztosítsa a helék alacsonyabb hőmérsékletét, ez a hőmérséklet pedig hatással van a termékenységre, mert hogy az anatómiai díjat kapott két francia tudós, a kutatásukban arra keresték a választ, hogy a férfiak jobb és bal helezacskója közti különbség, hőmérséklet különbség miként alakul pucér, illetve felöltözött állapotban. Ajánló következik. A nevem Sam. White Sam. Na jó, igazából áron vagyok, de tényleg, elindult Magyarország új mozis kibeszélő podcastje, a White Sam. A mikrofonnál Csaba, Magdi és Ádám. Az epizódokért kattints a whitesam.emtv.hu oldalra. Ajánlót hallhattatok. Parallaxis. Szóval az eredmények szerint a bal helezacskó hőmérséklete minden esetben magasabb, de ruhában még tovább növekszik, hogy elszpoilerezzem a kutatás eredményét. Én elolvastam alaposabban a cikket, és azért nem ennyire egyértelműek az eredmények, mint ahogy most itt ebből a bevezetőből tűnt, de ők is így vezetik fel. Most elmondom, hogy az én olvasótamban miről szól ez a cikk. Ugye nulladik, akik még nem láttak helezacskót, azoknak a hallgatóinknak most elmondjuk, hogy az emberi fajban általánosságban a bal herezacskó az olyan szokott lenni, hogy az lejjebb van, vagy a bal here az lejjebb van, mint a jobb. Tehát messzebb van a testtől. És az általad említett hűtő funkcióból éppen emiatt az következne nyilván, első közvetésben gondolhatnánk, hogy amelyik messzebb van a testtől, tehát a hőforrástól, az hidegebb. Pont ez a lényeg, hogy a spermiumokat úgy lehet jól életben tartani megfelelő körülmények között, hogyha alacsonyabb hőmérsékleten vannak, mint a test hőmérséklet. Ugye? Tehát ők valamilyen 20-valahány fokon éreznék jól magukat, miközben az emberi testhőmérséklet az 30-valahány fok, tehát akkor tegyük őket minél messzebb. Na most a balhere tekintve, hogy lejjebb van, ezért a balhere az úgy általában hidegebb kellene, hogy legyen. És akkor, mármint ez volna a null hipotézis. Na most egyébként itt valóban háromféle kísérlet történt. Az egyikben 8 férfi vett részt, mindenféle 15 percig kellett egy adott pozícióban lenni, és természetesen megfelelő digitális hőmérőket felcsíptettek a megfelelő helyekre. Ugye nem volt foglalkozási megkötés az első kísérletben, utána a második kísérletben volt a 11 postás, akiknek bizony állva kellett lenniük 90 percen keresztül, ugyancsak ruhában, meg ruha nélkül is, és a harmadik kísérlet pedig 11 buszvezetőt alkalmazott. Nekik pedig konkrétan vezetniük kellett 90 percig, most azt nem hiszem, hogy velük megcsinálták azt, hogy mesztelenül kelljen vezetniük, igazából csak az egyes és a kettes kutatást csinálták meg, úgyhogy ruhában meg anélkül is, de mindegy, a lényegi eredmény, amit a cikknek egyébként az első ábrája foglal össze, hogyha én jól értelmezem, az pontosan úgy, olyan ábrákat kell elképzelni, hogy olyan görbéket látunk, hogy jobb és a bal here hőmérséklete az idő függvényében.
Nyilván az egyik esetben mesztelenül, a másik esetben pedig ruhában. Na most az a döbbenet, hogy amit így gondoltunk az elején, józan paraszti ésszel, hogy a balhere az messze van a testtől, tehát hidegebbnek kell lennie, az mesztelenül működik is. Ez mesztelenül működik is, tehát hogyha elkezdődik a kísérlet, és áldogálnak, sétálgatnak, vagy akármit csinálnak ezek az emberek, akkor körülbelül a kísérlet kezdetétől számítva, tehát gondolom a levetkőzéstől számítva, mondjuk jó 50 percig tényleg kimutathatóan hidegebb a bal here, de utána mind a kettő ugyanolyan melegek lesznek. Mind a kettő. Tehát ott már utána már nincs hőmérsékletkülönbség. Nyilván a munkában, vagy mit tudom én, miben ott leízadnak, vagy én nem tudom, mi történik, de a lényeg, hogy ott folyamatosan nő a hőmérséklet, és ott már nincs kimutatható hőmérsékletkülönbség. Ezzel szemben, amikor ruhát vesznek föl, akkor megfordul. Tehát ezen a görbén én azt látom, hogy ha fölveszik a ruhát, akkor kezdettől fogva az van, hogy a bal here a melegebb, mint a jobb. Vagyis azt jelenti, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mi ruhát hordunk, azzal tulajdonképpen megfordul valamilyen hatás. És akkor persze felmerül a kérdés, hogy hát ha ez a híres aszimmetriája a herének, amit szerintem nem is nagyon értenek az anatómusok, hogy miért van, hogy lehet, hogy ez is egy hőszabályozási dolog, tehát lehet, hogy ennek konkrétan hőszabályozási oka van, hogy az egyik legyebb, mint a másik. Most itt ezt a konklúziót ezt nem vitte nagyon sokáig a cikk, tehát itt csak megemlítik a végén záró gondolatként, hogy ennek minden bizonnyal köze van ehhez, de nagyon elgondolkodható, hogy én úgy látom, hogy megfordul a hatás, hogyha felvesszük a ruhát. Tehát a természet az kitalált valamit, de mi azzal, hogy ruhát hordunk, ezzel tulajdonképpen megfordítjuk a hatást, bármi legyen is a cél, azért ez mindenki érdekes. Ja, én megérdemelt, ismét csak egy kitűnően megérdemelt Ig Nobel-díj ezért a kutatásért, ami egyébként egy 2007-es kutatás, tehát immár 12 éve várja ez a két francia, és most megkapták. Azért többször belefutottál te is, még mondtad, azért akinek jobb és bal herezacskója is van, az mindenképpen forduljon orvoshoz. Igen, csalom. Itt a Csernobilos adáshoz kapcsolódhatnánk vissza talán. De hát nekem már folyik a nyálam ettől a sok érdekes kísérlettől, de vajon mi van egy 5 éves nyál termelésével, szól a kémiai Nobel-díj. Az 5 évesek nyál termeléséért japán kutatók kapták meg a díjat, egészen konkrétan egy olyan munkáért, amit 1995-ben publikáltak. Vanatabe, Onishi, Imai, Kawano és Igarashi nevű kutatók, akik bizony a Hokkaidói Egyetem egészségügyi karán dolgoznak, hogy a Hokkaidó az Japánnak az északi szigete, ott sok vulkán van, és ezek szerint ráérő kutatók is vannak, akik nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy az 5 éves fiúk és lányok mennyi nyálat termelnek. Meg is kapták a megfelelő számértéket. Most, amit én persze annyira nem tudok megítélni, hogy ez most mennyire különleges, azért mindenkinek elmondanám, hogy a számítások alapján ez olyan 0,26 milliliter per perc. Ugyanúgy, és aztán amikor kajcsiban, akkor ez fölmegy lényegesen magasabb értékekre. Na most itt igazából az volt az érdekes számomra, hogy ezt hogyan mérték, és hát az történt, hogy itt a gyerekeknek adtak ilyen, hát egy ilyen kis tartályt, és 5 percen keresztül ott kellett szegény 5 éves gyerekeknek ülni, hogy az ajkukkal ráharaptak erre, és egyszerűen ami belefolyt annak ebbe a kis konténerbe, annak a mennyiségét mérték. Hát igen, találtak erre Japánban önkéntes kisgyereket, és mindenki elég fegyelmezett volt ahhoz, ezek közül a kis japán gyerekek közül, hogy végig menjenek a kutatáson. Ezek ugye mindig 5 percet vett igénybe egy ilyen gyűjtés, és megcsinálták úgy, csak úgy random élő pillanatokban, meg reggelinél, ebédnél, vacsoránál, meg 10 órainál, meg még alvás közben is, ugye. Na, szóval hát ezért aztán ez elképesztő tudományos eredményeket hozott, és hát most már legalább ezt is tudjuk, és hát valamiért ez egy olyan kutatás, tényleg, ahogy mondtam, ami már 24 éve várja a méltó elismerést, és most akkor végre sikerült. Kíváncsi vagyok, hogy elmentek-e átvenni a díjat.
24 éve tudjuk ezt, hogy mennyi nyál termelődik. Hát ezt tudom, megváltozott volna az életem. Egyébként véletlenül kémiai Nobel-díjat mondtam, természetesen az Ig Nobel-díjról van szó. Menjünk át, nincs itt Csabi, de hát a mérnöki Ig Nobel-díjról beszélgessünk most szerintem. Ami hát kicsit csatlakozik a fiatal korhoz, mert hogy egy iráni feltaláló kapta, aki a csecsemők pelenkacseréjét és alfelük mosását, szállítását végző automatát szerkesztett és szabadalmaztatott. A masina gyorsan és biztonságosan elvégzi a feladatot, csökkentve ezzel mind a csecsemőre, mind a szülőre nehezedő stresszt. A szerkezet különösen fontos segítség lehet olyan testi fogyatékkal élő szülő számára, aki egyedül nem tudná az egyébként ezt a hétköznapi feladatot ellátni, s ráadásul higiénikusabb is a hagyományos kézi pelenkacsere módszerénél. Ennél valóban érzek gyakorlati hasznot, de hát ugye itt nem egy kutatásról van szó, hanem egy szabadalomról, egy feltalálásról. Így van, most épp előttem van a szabadalom, ami egyébként az Egyesült Államoknak a szabadalmi hivatalához lett benyújtva. Ugye a szerző, akkor már nevesítsük, ezt az iráni úriembert úgy hívják, hogy Imam Farah Baksh, aki, hát nem tudom, hogy milyen indítatásból tervezte ezt a gépet. Most, mint ahogy szabadalmakban lenni kell, van benne rengeteg rajz. Egy érdekes, hogy ezek a rajzok leginkább egy olyan gépet mutatnak, ami első ránézésre leginkább egy mosogatógépre emlékeztet. Van egy kinyitható ajtó, oda beteszi az ember a gyermeket. A gyermeknek rettenetes, de egyébként a gyerek nincs rárajzolva, pedig gondoltam, hogy milyen jó nyitókép lenne ez az adásról készült blogposzthoz. Hogyha lenne egy ilyen kép, ami mutatna, hogy hogyan kell betenni a gyereket ebbe az eszközbe. De érdekes, hogy ebben a szabadalmi leírásban sok rajz van, de egyiken sincs rajta maga a gyerek, tehát egy ilyen általa máhított kis rajzocska nincs benne, viszont láthatók azok a szíjak, amikkel egyrészt a gyereket a hasánál, másrészt a két lábát leköti, és akkor van ez a gép, ami tulajdonképpen egy ilyen manipulátor kar, ami hát valami fogóhoz hasonlít, hát ez tulajdonképpen egy fogó, ami valamilyen módon odajön, és lenyitja a pelust, és hát kitörli a popsit, szárít, és aztán visszarakja az új pelust, hát én nem tudom. Én hát nem tudom, én kíváncsi vagyok, hogy vajon az úriember, természetesen egy férfiről van szó, tehát nő sosem adna be ilyen szabadalmat, és nem csak Iránban nem, hanem úgy eleve. Tehát, hogy most azt hiszem, hogy... Sőt, én azt hiszem, hogy ennek az embernek valószínűleg nincs gyereke, de ha van, akkor lehet, hogy kipróbálta, de erről nem szól a fáma. Tehát én azt hiszem, hogy lehet, hogy ez csak viccből adta be. Ezt simán el tudom képzelni, de ehhez képest nagyon rendes meg van tervezve, mindenki van dolgozva, a manipulátorkar mozgatása jobbról balra, az olyan léptető motorral történik, nagyon hasonló egyébként az egész dolog, így digitális technikai szempontból leginkább egy nyomtatóhoz hasonlít az egész elrendezés, csak hát hozzá kapcsolódnak ezek a manipulátorkarok, amik kibontják és visszaragasztják a pelust. Engem nem győzött meg a szabadalom, hogy ez valóban működne, viszont rettenetesen komoly kapcsolási rajzok és mindenféle dolog díszíti. Igazából nem tudom, miért védetnek le az emberek ilyen szabadalmat, de hát lehet, hogy majd egyszer ez fogja jelenteni nekünk a jövőt. Én egyébként kifejezetten szerettem pelusozni, ezt szeretném kihangsúlyozni. De hát nem mindenki van ezzel így. Igen, és ha esetleg valaki használta már ezt a szerkezetet, akkor mindenképpen írjon nekünk, én azt javaslom. Egyébként közben elgondolkodtam, nekem sem volt bajom soha a pelenkázással, de hát azért úgy bennem van, hogy kipróbálnék egy ilyet, de mondjuk nem biztos a saját gyerekem. Igen. És egyébként ez is egy 2 évvel ezelőtti eredmény, tehát 2017. május 25-én fogadták el a szabadalmat, vagyis azóta lehet, hogy történtek további fejlesztések a témakörben, esetleg épült egy prototípus, szóval várjuk a kommenteket a tapasztalatokról, Iránból, meg a világ minden tájáról. Térjünk át a közgazdasági kategóriára, amit egy nemzetközi kutatócsoport nyert, ők azt vizsgálták, hogy mely ország bankjegyei,
mely ország bankjegyeire tapad a legtöbb életképes baktérium. Az eredményeik szerint a román lej tartotta meg a leghosszabb időn át a fertőzőképes kórokozókat. Ebben a bankjegy gyártása során biztonsági elemként hozzáadott műanyag a ludas. Számos ország bankjegyet készítik ma már speciális hamisítást megakadályozó műanyagból. Ezek a pénzek egyébként tartósabbak is, és a műanyag mennyiségével összefüggésben nő az életképes kórokozók száma is a bankjegyeken. Miért a műanyagon tapadnak meg jobban a baktériumok, mint mondjuk egy ruhán? Ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy egyébként a ruhán, tehát nem hiszem, hogy ez igaz, amit mondtál, ugye, mert hát azt nem tudom, hogy a műanyag és a ruha viszonylatában hogy van a helyzet. Ugye hát a legtöbb pénz az úgy általában ilyen sima papírfajtákból készül. A román az valóban olyan, mintha műanyagból volna. Kifejezetten egyébként azért vezették be ezt, hogy hosszabb legyen az élettartama. Persze, tehát például a román lejt ezt büntetlenül ki lehet mosni, ugye, pénzmosás, de most szó szerint, tehát hogyha nekem velem is előfordult többször, hogy arra jártam után zsebemben maradt néhány román lej, és akkor ment bele a mosógépbe, és hát semmi baja. Tehát Cibla, a parallaxis fizikusa pénzt mos. tessék, ez lehet a címe. Na, szóval igen. Most itt azt csinálták, hogy vettek először is háromféle baktériumot. De ezek ilyen standard kutatási baktériumok, például a Staphylococcus aureus, meg aztán minden kutatások sztárja az Escherichia coli, vagyis E. coli baktérium, meg a, most ezt is megpróbálom elmondani basszus, tehát az a vancomicin rezisztens enterokokkuszokból álló terep, na, ezt a háromféle baktériumot így rátették különféle pénzekre. És aztán azt csinálták, hogy 35 fokon tartva, 24 órán át ezeket tulajdonképpen táptalajnak használták ezeket a pénzeket. Megnézték, hogy melyiken tudtak elszaporodni a baktériumok, és melyiken nem. Például, és nagyon érdekes, hogy ez fajspecifikus. Tehát, hogy például az euró esetében, ez az S. aureus baktérium, meg az nem tudott elszaporodni, de például az E. coli, az kitűnően elszaporodott, és a horvát kuna tűnik a legsterilebbnek, mert azon aztán egyik fajta baktérium sem tudott elszaporodni. Ja, egyébként azt, hogy mennyire tudtak elszaporodni, azt a táblázat, azt úgy jelöli, hogy áthúzott karika van, ha egyáltalán nem, és egyébként, ha valamennyire sikerült, akkor azt 1-3-ig egy skálán jelölik, hogy 1 plusz, 2 plusz, 3 plusz kerül oda, tehát az eurón például 3 pluszos szinten, tehát a lehető legjobban elszaporodott az E. coli, a kunán meg mindegyik áthúzott karika. Tehát a kuna, ahol horvát tudósok azok tudnak valamit, ellenben a lej az minden létező baktérium típusra 3 pluszos szintet hozza, egyedül az egész felhozatalban. Futottak még kategóriában, ott van a marokkói dirhám, aki E. coli-ból tudott összehozni egy gyenge 2 pluszt. És egyébként a második helyezett, az érdekes módon, ha jól látom, éppen csak megverve az Egyesült Államok beli dollárt, az a kanadai dollár, ami az aureusba is 3 pluszot tud, meg az E. coli-nak az egyik fajta tenyésztési módjára 3 pluszot, de még abból a VR nevű baktériumból, abból, amit az előbb olyan ügyesen kimondtam, abból a fajtából is összehozott egy pluszt, de hát mondom, ezek a kanyarban sincsenek a román lejhez, és még az indiai rúpe is csak egyetlen egy plusz tudott összehozni az összes baktérium telepből összesen. Szóval hát itt aztán egyértelmű a helyzet, magasan veri a lej az összeset, és viszont tény, hogy az összes vizsgált pénz közül ez volt az egyetlen, amit így műanyagból csinálnak. Tehát léteznek még műanyag pénzek a világban, nem sok, de létezik, de ebből, ezekből a pénzekből, amiket itt megvizsgáltak, amikből azért elég sokan vannak, de most itt első körben, akiket felsoroltunk, az 8 féle pénz. De ebből a 8 féléből csak a lej van műanyagból, és hát ennek megfelelően ugye úgy látszik, hogy ezen jobban megtapadnak, mint a sima papíron, ami egyébként számomra egyébként egy teljesen meglepő dolog. És persze ennek az a jelentősége, hogy persze egészségügyi jelentősége van ennek, hiszen természetesen a pénz az nagyon sok kézen átmegy. Érdekes, hogy az tény, hogy ugye a románoké az egyrészt a legnehezebben használódik el, de még ráadásul még a legjobban tartja meg a baktériumokat is, tehát az azt jelenti,
hogy hát igen, aki román lejjel fizetett, az mosson kezet. Hú, hát ez most furcsán hangzik, de azt hiszem, ez a kutatás lényegében ezt mondja. Vagyis a másik, hogy a másik meg, hogy én nem is jártam, nem is tettem olyan rosszul, amikor pénzt mostam a nadrágomban, tehát lehet, hogy ez a helyes eljárás. Mint hogy kibírja, tehát akkor aki kap egy vagonnyi lejt, akkor az rakja be a mosógépbe, és valami jó magas hőmérsékletű programon mossa meg. Egyébként a közgazdasági Nobel-díjakra visszatérve, az egyik kedvenc közgazdasági Nobel-díjam az talán a 2012-11 környékén volt. Emlékszel te még a kerekes ébresztő órára, a klokira? Nem emlékszel arra a borzalomra? Egy nagyon jó barátomnak vettem egyszer ilyet a születésnapjára. Ez egy gonosz ajándék volt, tehát ugye ez azt csinálja, hogy elkezd csipogni, és amikor az ember megpróbálná leütni, akkor elkezd a kerekével elgurulni, és random irányokba szaladgál jobbra-balra, úgyhogy az ember kénytelen kiugrani az ágyból és kinyomni. És azért járt érte a közgazdasági Nobel-díj, mert hát így ennyivel is előbb érnek be a munkaerők GDP-t termelni a munkahelyükre. Szóval, ja. Ezt nem is tudtam, hogy ez egy Nobel-díjat ért. Hát ez egy Ig Nobel-díj, az így van. Hát tudod, az már csak két betű a különbség. Hát, Miklós, van arra az ismereteid szerint kutatás, arra irányuló kutatás, hogy hányszor vakarózzunk egy nap? Hát én erről nem tudok. Azzal kapcsolatban már biztosan van kutatás, hogy a viszkető testrészek vakarása mekkora élvezetet jelent, ugyanis Béke Ig Nobel-díjat kapott ezért egy nemzetközi kutatócsoport. Különböző testrészek esetében vizsgálták ezt, az eredményeik szerint az alapvető érzékeny, bőrű, csiklandósabb testfelületek megvakarása nyújt a legnagyobb örömet. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus sci-fi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Parallaxis. Igen, de figyelj csak ezt a listát, tehát ez ugye ismét csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fős kutatógárda, akik egyrészt vannak olyanok, akik Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból jöttek, van itt a szerzők között olyan, aki a King Saud Egyetemen dolgozik, Riadban, Szaúd-Arábiában, létezik még szerző ugyanebben a csapatban, aki Liverpoolból, az Egyesült Királyságból érkezett, és végül egy szingapúri kutató is itt van a szerzők közt. Tehát itt aztán tényleg egy nemzetközi csapat állt össze, hogy felderítsék ezt a mérhetetlenül fontos kérdést. Hogy tudnélik, mennyire okoz jó érzést a vakarózás, és természetesen ehhez ugye két dolog kell. Egyrészt kell egységesíteni, hogy tudományos alapossága legyen a kutatás, kell egységesíteni a viszketés érzést. Tehát, hogy nyilván olyan kutatásokat kell végezni, hogy mindenkit ugyanannak a hatásnak teszel ki. Tehát ez az első probléma egy ilyen kutatásban, hogy hogyan tudod te előidézni, hogy számszerűen ugyanannyi viszketést generálj, ugye, mert az a kérdés, hogy valamekkora viszketés mennyire idegesítő. Tehát lényegében ez a kutatás egyik kérdése. És aztán meg a másik kérdés meg, hogy milyen skálán értékelette ki azt, hogy mennyire viszket, meg mennyire idegesítő. Na, tehát engem nagyon érdekelt mind a két kérdés, úgyhogy ezért aztán végigolvastam ezt a cikket, hát tulajdonképpen elég alaposan elolvastam szerintem, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül érdekes a kutatás. Egyrészt létezik, a második kérdésre talán könnyebb megválaszolni, tehát hogy ugye azt csinálták, hogy embereket, akik benne voltak ebbe a kutatásba, akik 18-an voltak, 18 egészséges ember, mindenféle korcsoport, meg ilyesmi. Szóval ezt a 18 embert kitették ezeknek a
a vizsgálatoknak, és nekik egy színskálán kellett értékelni, hogy mennyire vízket. Tehát ők saját bevallásuk alapján mondták meg, hogy most mennyire esik jól nekik az, hogy megvakarták, illetve hogy mennyire vízket. Ehhez volt egy úgynevezett visual analog scale, tehát egy vizuális analog skála, amit gyakorlatilag nekik az ujjukkal be kellett jelölni, hogy mennyire vízket, illetve mennyire okoz megelégedést nekik az, hogy most megvakarták. Na most azt meg, hogy ugyanannyira vízkessen a dolog, ahhoz tulajdonképpen az kellett, hogy van egy ilyen növény, ami vízketést okoz, mert pici tüskéi vannak. Ezt nem tudtam magyarul lefordítani. Ez egy növény, ami valószínűleg Magyarországon lehet, hogy nem is nő, mindesetre én még fordítását sem találtam meg, de ez a cowhage tüskék. Ez egy olyan növény, amivel ha megbirizgálsz valakit, akkor az elkezd viszketni, és minden esetben kimértek mikroszkóppal egy olyan kis bigyót, ami 40 kötőjel 45 tüske volt, tehát mindenkit mindig olyannal csikiztek meg tulajdonképpen. Ez egy viszketést, tartós viszketést kiváltó növény. Tehát olyasmi, mint a csalán, gondolom, csak mondjuk nem az. Tehát mondjuk képzeljük el, hogy csalán levéllel csinálták a kutatást, de és pontosan ki volt mérve, hogy pontosan ugyanannyi tüske érjen oda hiba határon belül mindenkihez, és akkor 45 percig dörzsöztek minden kis szegény kísérleti aranynak a megadott területét, mintegy 4 négyzetcentiméteres felületen. És akkor azt vizsgálták, hogy vannak olyan helyek, ahol az ember egyszerűen jobban csikis, és vannak olyan területek, ahol kevésbé csikis. Amúgy a háton, a könyöknél, meg a kézfejen történtek az összehasonlító vizsgálatok, tehát ez volt a három hely, és akkor az userek 0 és 10 közötti skálán osztályozták, hogy mennyire csikis, meg hogy a vakarás mennyire okoz kielégülést, és hát természetesen az a nagy konklúzió, hogy nem mindegy, hogy hol viszket, mert ahol vékonyabb a bőr, ott jobban viszket, viszont ott nagyobb kielégülést is okoz, hogyha megvakarjuk. Hát így röviden ennyi, jár az Ig Nobel. De tényleg, ezért egy szép nagy nemzetközi kutatócsoportot sikerült összetrombitálni. Tök jó. 2012-es publikáció egyébként. Egyébként, így, hogy említetted, ilyen Ig Nobel kutatási területnek így ajánlanám, hogy csalánba ütelménykő, tehát hogy mondjuk ezt is lehetne vizsgálni. Egyébként a viszketése szerintem egyébként is egy olyan dolog, hogy most nyáron 20-30 percig kellett mozdulatlanul feküdnöm egy MRI készülékben, és hát természetesen abban a pillanatban, hogy betoltak, abban a pillanatban viszketni kezdett az orrom, szóval, hogy és ugye nem lehetett megmozdulni, szóval, hogy a viszketés az talán mindig akkor jön, amikor legrosszabb helyzetben. De azt tudtad, hogy az űrhajósoknak az űrruhájába épp ezért be van építve egy orrvakaró, mert ott aztán tényleg nem lehet egy űrsét a közben fölnyitni és megvakarni, úgyhogy ezt először az Apollo holdra szállásokon kezdték alkalmazni, hogy egy ilyen kis szivacs darab ott van, hogy az űrhajósok meg tudják akarni az orrukat, és persze Gene Cernan, az Apollo 17 parancsnok, aki a leghosszabb holdsétát csinálta, hát pont ő volt szegény az, akinek a olyan helyen viszketett az orra, hogy oda a vakaró nem ért el. Úgyhogy kínok kénye volt. Egyébként egy ilyen Ig Nobel díj crossover-t kitaláltam, hogyha a balheréd viszket, mekkora élvezetet okoz, ha megvakarod. És milyen hőmérsékletűre tudod ezzel a vakarással fölmelegíteni. És az a termékenységre milyen hatással van. Szerintem ontjuk magunkból ezt, én szerintem 4-5 kategóriát megnyerhetünk éveken belül. Persze, egy átlagos sörözésen összehoz az ember 4-5 ilyen ötletet, csak aztán végig kell csinálni, meg megírni, ez a komoly. A pszichológia kategória következik. Fritz Stark német kutató nyert, ő a mosoly hatását vizsgálta annak mozdulatát utánzó arcizom tartás segítségével. A kísérlet alanyainak egy golyóstollat kellett a szájukban fogni kétféle módon. Az egyikkel a mosolyhoz nagyon hasonlóan álltak az arcizmok, a másik pedig megakadályozta a mosolyizmok működését. A kutatás egy 30 éve született, azóta is ellentmondásos vizsgálat eredményét cáfolta, pusztán a fizikai mosoly valódi jókedv nélkül nem hat pozitívan az ember hangulatára. Igen, most ez egyébként nagyon jól illik a korszaknak, amiben élünk, annak a trendjébe. Ugye most pont az elmúlt néhány évben folyamatosan, ugye a kísérleti pszichológia tudományában folyamatosan dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Ugye kiderült, hogy a híres tanulmányok, például a múltkori adásban emlegetett Stanfordi börtönkísérlet, például az egyik példája ennek, de sok ilyen van. Ugye kiderül, hogy egy csomó ilyen elhíresült kutatás,
az minimum nem volt helyesen végrehajtva, és statisztikailag nem szignifikánsak az eredmények. Sőt, olyan is kiderült, amikor kiderült nemrég, hogy kiderült például egy kutatásról, hogy kb. Kitalálták az egészet. Szóval nagyon sok ilyesmi derült ki. Most ezek közül az egyik híres kísérlet, ez valóban az 1988-as kísérlet, ami tényleg arról szólt, hogy ha az ember ugye csinálja a keep smilingot például, és akkor így vigyorgunk, akkor is, ha rossz kedvünk van, akkor az visszahat, és akkor tényleg jobb kedvűek leszünk. Tehát a fake it until you make it gondolatkörben mozog ez, tehát hogy csinálj úgy, mintha, és akkor egy idő után tényleg magad is az leszel, mert kb. Visszahatnak ezek. Tehát, hogy például, hogyha bemész egy új munkahelyre, és akkor nagyon szorongsz, hogy most mi van, de hogyha beülsz úgy, mint egy nagy főnök, széttárt lábakkal ilyen nagy erőpozíciókba, akkor utána az visszahat, és akkor növeli a magabiztosságodat. Ugye? Tehát ezt rengeteget hallottuk mindenféle motivációs előadóktól, ezeket a dumákat, TED előadás is volt erről sok, tehát igen, ez egy 1988-as eredmény, ami tényleg ezt mondja, visszahat a mosolygás az ember hangulatára, és akkor ezt cáfolták azzal, hogy mi ez a visszahatás, az ugye az egy nagyon érdekes vita volt, hát, hogy konkrétan, ha nincs mögötte érzelem, akkor lehet, hogy tényleg csak egyszerűen csak az izmoknak az ilyen tartása felszabadít valami boldogság hormont, ugye? Ezt a kérdést tették fel a kutatók, és akkor ezért hozták be ezt a toll, tartsunk egy tollat a szánkban típusú kísérletet, hogy aztán tényleg ne legyen mögötte, még véletlenül se legyen semmi érzelmi kapcsolat, hanem tényleg csak azt vizsgálják, hogy valami más miatt történetesen úgy kell tartanunk egy izmot, a mosolyizmot, mintha mosolyognánk, de ezzel a feladattal biztosították, hogy ne legyen hozzá semmilyen érzelmi kötődés. És az egyik esetben, ugye, ahogy mondtad, így kellett, csücsöríteni kellett, hogy ne essen le a toll, másik esetben meg vigyorogni kellett, és akkor úgy nem esett le a toll, és akkor utána kiértékelték, hogy most vajon happy-back voltak-e a userek, vagy nem, és akkor kiderült, hogy nem. És akkor ezzel a remek kutatással sikerült, hát nem is cáfolni, hanem az a mondat, mert persze ez nem egy cáfolata az 1988-as kísérletnek, hanem az, hogy nem sikerült, ismét nem sikerült reprodukálni egy híres pszichológiai kísérletet. Tehát igazából ez a baj, ami mostanában kijön, úgy is hívják, hogy ez egy reprodukciós krízis, tehát hogy egy tudományos eredménynek, egy kísérleti eredménynek olyannak kell lenni, azért kell leírni minden körülményt, meg alaposan megvizsgálni mindent, hogy aztán mások máshol tudják ugyanazt a kísérletet reprodukálni, és akkor nagy eséllyel ugyanazt az eredményt kapják. És ez az, ami most már nagyon sok fontos pszichológiai tanulmány esetében nem sikerült, hát ez az egyik. De mit mondtál? Mi ez a pszichológia kategória volt? Vagy milyen kategóriába kaptál? Ez a béke? Vagy nem, volt? Pszichológia ja, jó, okay. Kategória. Igen. Ja nem, a viszketős volt a béke, ugye? Igen. A béke Ig Nobel. Ja, amúgy tudod, még egy magyar vonatkozás, az első béke Ig Nobel díjat egyébként Tellerede kapta meg a hidrogénbomba megalkotásáért. Szarkasztikusan, és természetesen ő nem ment el átvenni. Ez is hozzátartozik egyébként a történethez. Még talán az első 91-es Ig Nobel díjat neki ítélték a béke kategóriában. Adásunk pedig most már a végéhez közeledik, és ha pingvin kakival kezdtük a műsort, zárjuk a sort wombat kakival, akik ráadásul kocka alakút pottyantanak. Ennek az eredetére keresték a választ egy nemzetközi kutatócsoport, akik meg is kapták ezért a fizikai kategóriában, a fizika kategóriában az Ig Nobel díjat, és az ausztrál emlő speciális felépítésű bélfala segítségével képes kockákat termelni, a felfedezésnek mérnöki alkalmazásokban lehet jelentősége. Igen, és én most fogom a fejem, mert ezt az eredményt, ebből még nem írtak cikket, viszont egy olyan konferencián adták elő, amin ott voltam, viszont nem mentem be erre az előadásra, hát most már rettenetesen sajnálom, ami egyébként engem is mindig rettenetesen érdekelt a kérdés, sőt a kisfiamat is, és a budapesti állatkertben is többször megnéztük, hogy valóban kocka alakút kakilnak a wombatok, vagy legalábbis sokkal szögletesebbet, mint mondjuk a nyuszi bogyók, és hát így aztán ezek a kutatók, az akik tényleg hát az áramlástan területén dolgoznak, tehát egy áramlástani konferencián volt bemutatva az eredmény, tehát ez konkrétan a szűkebb szakterületen bevág, tehát marhára, több szempontból is marhára érdekelt a kérdés. Tehát az történt, hogy ugye a wombatkákat olyan wombatokon vizsgálták halál utáni
kutatásokat, akiket egyébként sajnos ilyen úti balesetekben elütöttek, és akkor tehát ilyen módon nem az, hogy öregek voltak, és természetes halállal meghaltak, hanem ilyen vombatokat vizsgáltak, és hát akkor őket fölboncolták, és akkor megvizsgálták, hogy a bélcsatornákban melyik szakaszon milyenek ezek a kis kaki darabok, és akkor kiderült, hogy ott a hát, hogy a közép bélnél ott még ilyen kis kerekdedek, de aztán amikor a végbél csatorna környékére élnek ezek a darabok, akkor válnak kocka alakúvá, és kiderült, hogy azért, és mégpedig azt egy, hát ebbe a csatornába behelyezett felfújható ballon segítségével igazolták, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ez egy olyan fajta szövet a vombatoknak a bélcsatornájának ez a végső szakasza, ami nem ugyanolyan mértékben tágul minden irányban, tehát úgymond egy azimutális különbség van a keménységében ennek, és akkor ezért aztán vannak olyan irányok, amikben jobban kitágul, másokban pedig nem, és akkor ez eredményezi ezt a kocka alakú struktúrát, ami egyébként egy hasznos dolog, tehát most mindjárt meg fogod kérdezni, hogy ennek mi értelme, és hát kiderült, hogy valójában ez, azt írják maguk a szerzők ebben az absztraktban, ami ebből látható, mert mondom még egyszer, ebből még nem lett publikáció, csak egy konferencia előadás, ami viszont nem nézhető vissza sajnos a neten, de azt mondják, hogy itt bizony elképzelhető, hogy ez újfajta anyag megmunkálási technológiák kidolgozásához vezethet, hogy ilyen nem szimmetrikus nyomó gépeket lehet csinálni. Például képzeljünk el egy olyan fogkrémet, ami mennyire menő lenne, hogy a tubusból úgy jön ki, hogy mit tudom én, kocka alakú. Persze ezt máshogy is el lehetne érni, de mit tudom én, szóval ennél értelmesebb dolgokat is ki lehet találni, de hát erre van itt egy csomó mérnök, a Georgia Tech-en, ahonnan a kutatás származik, tehát az amerikai Georgia állam műszaki egyeteméről. Hát szóval ez mindenképpen nagyon érdekes. Arra, mint hogy ez egy fizikai kutatás, arra nem ad választ, hogy ez evolúciósan miért van így. Tehát nyilván a kocka alakú kakinak az az értelme, hogy az nem gurul el, hanem mondjuk az pont, hogy ott marad, és hogy ugye ez nem, vagy egyszerűen jobb térkitöltő tulajdonsággal rendelkezik, vagy nem tudom. Hát ezt nem tudom. Engem ez érdekelne elsősorban a kérdésből, de sajnos erre ez a kutatás nem ad választ, úgyhogy ezt még egy későbbi Ig Nobel-díjas kutatásnak kell majd tisztázni ezt a kérdést, hogy evolúciósan mi a szerepe. Egyébként egy anatómiai Ig Nobel-díjat talán megérne, hogy a pingvin vombatok mennyire messzire dobják a kockát, nem? Igen. Figyelj, ez nagyon jó, és egyébként érdekes, hogy 2005-ös pingvin kakis Nobel-díjat egyébként újra felpörgette az internet, és nem is értem, hogy miért, és hogy jött elő a Popular Science-ben, meg egyéb ilyen I fucking love science és egyéb honlapok hozták újra föl ezt a régi sztorit, és aztán néhány nappal később jött a hír az ideig Nobelről, tehát lehet, hogy ez már valami fajta felvezetés volt. Hát úgy tűnik, igen, az fizikusokat és áramlástanászokat érdeklik ezek a dolgok. Hát igen, reméljük egyszer választ kaphatunk ezekre a kérdésekre. Zárásul még el szeretném mondani, ha a kedves hallgatóknak ez itt most a reklám helye, hogy én fogok tartani, hát ha nem is a vombatkakikról, meg egyéb dolgokról, hanem valamelyest olyan témáról, amihez még értek is, fogok tartani egy nyilvános előadást, aminek az a címe, hogy bolygó légkörök és laboratóriumi modellezésük. Ez pedig az űrakadémia klub keretében fog megtörténni, a Budapesti Műszaki Egyetem Q épületében november 21-én 17 órától, kereshető a Facebookon az űrakadémia klub nevű Facebook oldal, és ott az információk kiderülhetnek, tehát itt ez egy olyan előadás lesz, ahol például a Jupiter nagy vörös foltjáról, vagy a Szaturnusz misztikus hatszögletű sarki áramlásáról és hasonló dolgokról fogok beszélgetni, szóval aki kedvet érez az ilyesmihez, az jöjjön bátran és regisztráljon be. Így van, akkor személyesen is találkozhatok Miklóssal, velünk itt a műsorban majd 2 hét múlva, legalábbis az adás megjelenéséhez képest. A műsorban a National Geographic cikkét használtuk és idéztem, aminek linkjét a show notes-ban is megtaláljátok. Munkatársaim nevében köszönjük a figyelmet ebben a fantasztikus műsor után, a következő viszonthallásig pedig ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan!
hamarosan jön a következő rész.